Javában zajlik a felkészülés a Székács Kézilabda Egyesület serdülő és ifjúsági csapatánál is. Edzőtábor és termi edzés is van a programban. Zajlik a felkészülés a Székács Kézilabda Egyesület serdülő és ifjúsági csapatának, de hozzá kell tegyem, nem a teremben kezdtétek ezt a felkészülést, hiszen a nyár sem telt tétlenül. Mikor indultatok és mivel kezdtetek? Augusztus elején indultunk, a Gyomaendrődön egy edzőtáborral kezdtünk, ahol napi két edzés és úszás szerepelt a programba. Most ezen a héten itt a teremben edzünk, 4 edzés van a héten, és a következő héten pedig újra Gyomaendrődre megyünk edzőtáborba, szintén napi két edzés, edzőmérkőzések, ott már a labda előkerül, és ott folytatjuk a felkészülést. Mit kell tudni erről a két csapatról? Ugye, aki esetleg tavaly is követte már ezt a bajnokságot, folyamatosan voltak létszám problémák. Sikerül-e ezt erre a szezonra orvosolni, vagy változott-e előnyére ez a helyzet? A létszám problémákat főleg a Covid okozta, tehát hogy aki nem volt beoltva, ugye nem jöhetett mérkőzésre. Még edzése se. Most ugye ezek a problémák megszűntek egyrészt, tehát ez javította a létszámhelyzeten, illetve sikerült feltölteni a városból is, illetve Tiszaföldvárról a serdülő, illetve az ifi csapat állományát, tehát olyan játékosok, akik ismerik egymást, együtt edzőtáboroztak, nem hiszem, hogy most az idén ilyen problémák lesznek. Mely bajnokságokban fognak szerepelni ezek a csapatok a következő szezonban? Ugye most így a serdülő harmadosztály, illetve a ifi harmadosztályban szerepelünk. Úgy látom, hogy az ifi csapatnak van arra nagyobb esélye most egyelőre, hogy esetleg szintet váltson egy év múlva is. Ha nem is pontosan, de azért úgy hallgatólagosan szeretnénk azt az eredményt elérni az ifi bajnokságban, hogy szintet válthassunk. Azt gondolom, hogy az mindenképpen figyelemre méltó, hogy Szoska mester több ifista játékost is meghívott a felnőtt csapatba. Nyilván ez a szakmai munkát is dicséri. Nem biztos, hogy az minősíti a szakmai munkát, hogy 6. vagy az ifibe, vagy 5. vagy az ifibe, hanem az, hogy ha van olyan játékos, ha egy is, vagy kettő, ha már egy van, az már nagyon jó. Tehát, hogy minden évben föl tudunk vinni a felnőtthöz edzésre, mérkőzésre, ifjúsra, tehát utánpótlás játékosokat, és nekünk ez a célunk. Milyen eredménnyel lenne elégedett az edző a serdülő, illetve az ifi csapatnál? Hát ugye az ifi csapatnál mondtam, hogy ebben az évben viszonylag, tehát jó korosztály, kifutó korosztály, ugye eddig mindig ők voltak a fiatalok, most nem. Most már ő nekik kell bizonyítani, sikerült megerősíteni ezt a csapatot. Tehát tőlük azért egy kiemelkedő eredményt várok, nem mondok helyezést, de azért egy jó eredményt várok az ifi bajnokságba. A serdülőket pedig tovább építjük. Tehát ott az a helyzet, hogy van egy lyuk a korosztályban, tehát viszonylag kevés a 2005-ös, 2006-os gyerek, és fiatalabb a 2007-esek, 2008-asok fognak följönni a serdülőbe. Őtőlük majd igazából a játékba várok fejlődést, hogy szokják ezt a közeget, és hogy minél többet tanuljanak.